estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió Mecénás című kulturális magazinját látják. Számítok ma este is a figyelmükre. Kilenc éve, április 23-án nyílt meg a Magyar Nyelv Múzeum a Széphalomban. Az intézmény a közel egy évtized alatt a nyelvművelés bölcsője lett. Születésnapját a Teremtő Anyanyelv címet viselő versennyel ünnepelte. Arany 200 emlékév alkalmából Arany János szépirodalmi műveivel lehetett jelentkezni a versenyre, és idén először a diákok mellett a felnőtteket is megszólította a Nyelvmúzeum. 9 éve, április 23-án nyitotta meg kapuit a Magyar Nyelv Múzeum a Széphalomban. A születésnapot a korábbi évekhez hasonlóan versmondó versennyel ünnepelte az intézmény. 2008. április 23-án nyílt meg a Magyar Nyelv Múzeuma, egy nagyon szép ünnepség keretében itt volt az akkori köztársasági elnök, Sólyom László, itt volt az azóta sajnos elhunyt, tavaly halt meg Kazinczy Ferenc ükunoka, szintén Kazinczy Ferenc Svédországból, itt voltak a Magyar Tudományos Akadémiai képviselői és sokan a mások, és akkor sokan megfogalmazták, hogy mit is lehet elvárni a Magyar Nyelv Múzeumától. Ez az eszme, hogy legyen a nyelvnek egy múzeuma, némileg megosztotta a közönséget, mert sokan azt gondolták, hogy a múzeumban nem kellene bezárni a nyelvet. De hát azóta rájöhetett mindenki, és ezt már akkor is mondtuk, vallottuk, hogy nem erről van szó. Itt a Múzsák ligetében, Múzsák kertjében vagyunk, ahol a tudományok, művészetek egymásra hatnak, együttműködnek, és az a célunk, hogy megmutassuk a nyelvet úgy, ahogy létezik a maga összetettségében, ahogyan befolyásolja, meghatározza az életünket, és itt megjelennek a társtudományok is. És hát mi azt valljuk, hogy a magyar nyelv a kultúránk alappillére. Ez volt az eszme, és ezen eszme köré, erre az eszmére kellett felépítenünk egy intézményt, intézményesíteni kellett az eszmét. Nem csak kiállítóhely a Magyar Nyelv Múzeuma, hanem rendezvényhelyszín, közösségi tér, hiszen most is itt vagyunk egy szavaló versenyen. Emellett kis tudományos műhely, könyvkiadással foglalkozó műhely, aztán múzeumpedagógiai műhely, nem beszélve arról, hogy egy nemzeti zarándokhely, történelmi emlékhely a maga csodálatos természeti környezetével. Úgyhogy egy ilyen sok funkciójú intézményt képzeltünk el. Az más kérdés, hogy amikor átadták a múzeumot, akkor gyakorlatilag üres volt. Időszakos kiállításokkal megtöltöttük úgy, ahogy, de egyébként üres volt. A most látható zsőjés előadás színpad tér sem volt még akkor itt, úgyhogy a feladat nagyon nemes volt, nem is feladat, hanem küldetés. Az eltelt 9 év alatt reményeink szerint sikerült megismertetni a múzeum munkáját a országos közvéleménnyel, és hát haladunk afelé, hogy a hazai anyanyelvi művelődés vagy anyanyelvi ismeretterjesztés általában a kultúra közvetítés egyik központja legyünk. Az Arany 200 emlékév alkalmából idén Arany János szépirodalmi műveivel indulhattak a versenyzők, és ebben az évben a diákok mellett a felnőtteket is megszólította a Magyar Nyelv Múzeuma. Arany János emlékév van, az egész év Arany János életművének, szövegeinek a jegyében telik, mert azt azért mondjuk el, hogy akkor ünnepeljük meg jól az Arany János emlékévet, ha szövegekkel foglalkozunk elsősorban. Persze nagyon fontos Arany Jánosnak a csodálatos élete, az életpályája, de hát mégiscsak az a lényeges, hogy a szövegeket, a balladákat, de egyébként a prózai szöveget, vagy az irodalom tudományos értekezéseket is olvassuk minél gyakrabban. Ezért jó egy szavaló verseny is, hiszen itt elhangzik a szöveg, befogadhatóvá válik, nyilván a versmondók értelmezik is. Úgy véltük, hogy ideje megszólítanunk a felnőtteket, akik el is jöttek heten, és Arany János szépirodalmi műveiből mondtak el egyet-egyet, ennek nagyon örültünk, így még inkább ünnep lett ez a versünnep, és egyébként pedig jöttek a diákok, 5.-6. osztályosok, 7.-8. osztályosok és középiskolások. Azt szokták mondani teljes joggal, hogy a magyar nyelv egyik legnagyobb művésze Arany János, úgyhogy ha valaki, akkor Arany János közel vihető a fiatalokhoz, vagy fordítva a fiatalok vihetők közel Arany János életművéhez. Arany életművében mindenféle regiszter megtalálható, gyakorlatilag minden műfaj, minden műnem megtalálható. A melankóliától, a humorig, a derűig, a nevetésig, a hősökig, a ballada mélységeig, a lélektani mélységekig, minden benne van az Arany életműben.
és hát reméljük, hogy mindenki megtalálja a magáét. Mondom még egyszer is, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A legfontosabb, hogy a szövegeket tegyük oda hangban, képben, írásban, szövegben, bármilyen módon, kiállításban vagy rendezvényben, vagy éppen nyomtatott formában, könyvben, de tegyük oda a szöveget a fiatalok elé, és hogyha megismerik, akkor meggyőződésem, hogy nem fognak csalódni benne. Persze az a pedagógiának vagy a közművelődésnek a nagy feladata, hogy megtalálja, hogy mely aranyszövegek mely korosztálynak valók, hiszen nyilván azért ebben lehetnek különbségek. Nem szeretett ez a tudós semmit a világon. Járt legyen bár égen, földön, két vagy négy lábon, de a kendermagos cicát sajna égtelenül megszerette, majd hogy fel nem falta. A kiírásnak megfelelően Arany János gyönyörű versei és balladái közül válogattak a szavalók. Matisz Dominika például a Gyerek és Szivárvány című verset mondta, és előadásával a bíráló bizottság külön díját érdemelte ki. Tulajdonképpen én Arany János tagozatra is járok az Árpád vezér gimnáziumba, és valamilyen szinten közel áll hozzám Arany János költészete, ugyanis szerintem egy nehéz verselése vannak a verseinek, de viszont érthető is, és egy nagyon beleélhető és nagyon beleélhető verseket írt, és számomra ezért áll közel, meg én egyébként is nagyon szeretem a verseket, és hát mondhatjuk, hogy elég sok versmondó versenyre is járok. A versenyt és a versmondókat évek óta nyomon követi Széphalomban Korbúj Péter színész, bemondó és Havas Judit előadó művész, irodalomtörténész, akik ebben az évben is értékelték a versenyzőket. Mindenképpen fontos, hogy minden korosztály szerepeljen egy ilyen versmondó versenyen, ahol a versé a főszerep, a kisiskolásoktól kezdve a felnőttekig. Én nagy híve vagyok az élethosszígtartó tanulásnak, és Budapesten az Adi Múzeumban, Emlékmúzeumban vezetek is egy Adi versmondó szalont, amely nem azt jelenti, hogy csak Adi verseket lehet ott mondani, ha csak nem kicsinyítés akart lenni, hanem a magyar költészet vagy a világirodalom legszebb példái is megszólalhatnak. Van egy 93 éves Jobák Mártánk is, aki szívesen mond Tóth Krisztinát például, de vannak ott tanárnők, akik versenyeken indulnak, és Hévízen, meg Szekszárdon. Tehát ez nagyon fontos, és itt is fontos volt, hogy arany nyelvén megszólalt a felnőtt érdeklődő versszerető közösség is. A diákok pedig, a középiskolásokat zsűriztem most ebben az évben, nagy élmény számomra, hogy tiszta tekintetű, tiszta arcú, okos, szép fiatalokat láthatok, fiúkat és lányokat, és hallgathatok, amint aranytól választott balladát vagy verset szólaltatnak meg. És ilyenkor, ha úgy felpörög a tudatomban az a kérdés, előhívódik, hogy kell-e a vers, akkor mindig igazolva érzem magam, amikor azt mondom válaszként, hogy a vers kell, és úgy gondolom, hogy a vers megszépíti a mindennapokat, és a költők szép szavával kifejezhetjük mindazt, ami a belső gondunk, és gazdagíthatjuk a belső tájainkat. A 21. század második évtizedében hogyan kell szavalni aranyverset, hogyan kell mondani aranyballadát, hogy az megőrizze mégis a kor hűségét? Úgy gondolom, hogy hitelesen. Hogyha valaki versmondásra vállalkozik, akkor én úgy gondolom, hogy teljes személyiségével jelen kell lennie. És hogyha erre képes, akkor megszületik a hang is. És a kimondott szó előhívja az érzést, és az érzés előhívja a következő érzést a kimondott szó nyomán. Tehát erre nincs recept. Csak azt tudom mondani, hogy teljes jelenléttel ott kell lenni egy-egy ballada, egy-egy arany, szép vers megfogalmazásakor. Mennyire tudták magukévet tenni a verseket, balladákat a fiatalok? Hiszen Arany János nagyon sok balladát a saját szülőfalujának a legendáiból merített, nagyon sok balladát a történelemből merített.
úgy gondolom, hogy a fiatalok, akik versmondásra vállalkoznak, olyan érzékenységgel bírnak, hogy elolvasva a verset, megbarátkozva, talán ők találták meg, és nem kérték a tanártól, hogy válaszol nekik egy balladát, vagy egy aranyverset. Már amikor kiválasztották, vagy megtalálták a maguk számára megfelelőt, azonosulni tudtak azzal a világgal, amelyet arany megszólaltatott. És akkor már nincs más feladat, mint szép beszéddel megszólaltatni az arany világot, akár nagy szalontát, akár az őszikéket, másút itt nem hangzott el, a Margit szigeten írott késői versek közül egyik sem, vagy barátját Petőfit sirató verse, vagy a forradalmat sirató Letészem a lantot, de azt gondolom, hogy mind a történelmi tanulmányaikból ismert korszakok segítenek abban, hogy ezek a versek is megszólaljanak és hitelesek legyenek. Jeles évfordulóhoz közeleg a Magyar Nyelv Múzeuma. 2018-ban ünnepli majd 10 éves fennállását a Nyelv Múzeum. Ennek jegyében rendezi majd a Teremtő Anyanyelv címet viselő versenyt is az intézmény. Lévai József egyik versének részletével kezdődött a Sárospataki Irodalmi Olvasókör legutóbbi összejövetele, ahol a vendég előadó a Sajóvölgy poétájának életével és írói munkásságával ismertette meg a hallgatóságot. A miskolci Lévai József Református Gimnázium magyar irodalomszakos tanára, a bölcsész szerint ugyanis nagyon keveset tudnak az emberek a magyar irodalom eljeles képviselőjéről. Gyenge vagyok. Lankadoznak buzgúságim szárnyai, bármi híven vágyakoznak színet elé szállani. Ó, adj erőt, hogy még élek, egyedül csak nékem éljek. Ó, add, hogyha majd bevégzem e múlandó életet, lelkem tisztán és egészen egyesüljön te veled. El ne vonjon semmi többé, tied legyen. Lévai József 1825. november 18-án született Sajószentpéteren. Költő, műfordító, közhivatalnok, a borsodi halhatatlanok fejeként is ismert. 1836 és 1846 között Miskolcon járt gimnáziumba, majd Késmárkon jogot hallgatott. 1847-ben Miskolcon joggyakornok lett. Szemere Bertalan írnokaként részt vett az 1848-as pozsonyi országgyűlésen. A forradalom alatt végig mellette maradt, csak Aradon váltak el. 1850. februárjáig szüleinél bujkált, majd Pestre utazott, és Bátor Miklós álnéven újságíró volt. Ekkoriban ismerkedett meg Arany Jánossal, akivel életre szóló barátságot kötöttek, és ebben az időszakban jelentek meg első versei is. Én úgy érzem, hogy Lévai József szellemi hagyatéka, és az a korszak, amiben élt, rendkívüli embereket szült, és az ő hagyatéka abban mutatkozik meg a tehetsége és a tudása mellett, hogy úgy tudott arisztokrata őseihez méltóan viselkedni, hogy gyakorlatilag a hazaszeretét és az emberek iránti mély ragaszkodását mint költő, mint gondolkodó elme és a szellemi nagyságával védte a hazát. A 48-as, 49-es szabadságharc idején ő nem kardot forgatott, hanem tollat ragadott és társait buzdította a haza védelmében. Nem volt olyan mély, lánglelkű és forradalmi nézőponton, mint Petőfi, aki társadalmi változásokban is mélyen gondolkozott. Ő benne egy lovagi romantikus kép alakult ki, és ő, mint a szabadság eszméjéért és a felebarátai szeretetéért is védelmében küzdött, humánus, emberi és mélyen vallásos tekintetben. 1852-ben visszatért Miskolcra, és 1860-ig a Református Gimnázium magyar-latin szakos tanára volt. Ekkor Borsod vármegye alispánja lett, de a tanítással csak 1865-ben hagyott fel teljesen, amikor is a főispán főjegyzővé nevezte ki. 1895-ben Borsod vármegye alispánja lett, de 1896 elején nyugdíjba vonult.
1918-ban halt meg, végakaratának megfelelően a Sajó-Szentpéteri református temetőben szülei mellett helyezték örök nyugalomra. Bár korának népszerű és elismert művésze volt, mára elfeledte az utókor. Költészetére a keresetlen egyszerűség jellemző. A vidéki élet apróbb, nagyobb örömeinek megéneklése a kordivatot sosem követte. Mindig a magyaros, rímes, pergőritmusú, ütemhangsúlyos versformákat használta. Műfordítóként például Seneca műveit, két Molière darabot, Shakespeare-től többek között a Makrancos hölgyet, IV. Henrik egyes részeit és a Vízkereszt vagy amit akartok című darabokat fordította magyarra. Költői munkásságát tekintve főművének és az egyik legkomolyabb művének a Mikes című művét emelhetjük ki, ami egyfajta csúcspont is költészetében. Ám csúcspontról nem is nagyon beszélhetünk, hanem ez után egyfajta fennsík, tehát továbbiakban is, halála napjáig ugyanazon a színvonalon és ugyanazon a mély rátermettséggel és tehetséggel készítette a népies nemzeti hangvételi műveit. Olyan rendkívüli korban élt, amikor rendkívüli emberek, gondolok Arany Jánosra, Petőfi Sándorra, akiket maga a történelemben véghez vitt szerepük miatt jobban kihangsúlyoznak a korszakban. Miskolcon alakult ki nagyon komoly kultusza Lévai Józsefnek, hiszen ő neki lehetősége lett volna, mikor Budapestre költözött Pestre, hogy fent karriert alakítson ki, és jobban az országos érdeklődésbe kerüljön. Ám hazaszeretete, lokálpatriotizmusa, a szüleihez való tartozásnak mély szeretete hazahozta Miskolcra. Itt komoly közfeladatokat látott el, főjegyző lett, nyugdíjba vonulása után egy évig alispánként tevékenykedett, és azt kell itt látni, hogy gyakorlatilag az irodalom történet úgy tekint rá, hogy a nagyok mellett ő egy kisebb szerepet töltött be. Ám én úgy érzem, és azért is foglalkozok Lévai Józseffel és az ő szellemi nagyságával, és élő hagyományként használni az ő tőle tanultakat is példaértékként felhasználva a mindennapokban is pályámon, mert úgy érzem, hogy az a fajta vallásosság, az a néphez való ragaszkodás és népies hang ugyanolyan fontos lehet az embereknek a műveltségében is tanításában, mint akár a nagy forradalmárok. Miskolcon gimnázium, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban, mivel intézmény névadója mindenképp, szeretném mondani, hogy mellette komoly gyűjtemény van, Miskolcon könyvtárat neveztek el róla. Ez pedagógusnak a saját egyéni erejétől és széles látókörűségétől függ, hogy be tudja építeni a mindennapokban. A Mikes rendkívül kedves, mivel ez a bújdosó Rákóczinak az írnokáról, titkáráról szól, és egyfajta bár ideológikus a mű, mégis van benne egyfajta fennköltség és biztatás, illetve az életpályáját lezáró Aratás című mű is, ami összefoglalja az ő életpályáját és lelkületét, az is számomra rendkívül kedves. Miskolcon könyvtár viseli a nevét. A Lévai Hagyaték a Herman Otto Múzeum egyik legnagyobb dokumentum és tárgyi együttese. Sátoraljaújhelyi vendégekkel folytatódott a Sárospataki Művelődés Háza által szervezett kamarazenei bérletes sorozat. A Hangász négyes gazdag zenei repertoárral színesítette a programsorozatot. Az együttes tagjai a Sátoraljaújhelyi Művészeti Iskola tanáraiként, akik ezzel együtt a Lavotta János Kamarazenekar meghatározó személyiségei is, folyamatosan jelen vannak a térség zenei életében. A Sárospataki Művelődés Háza pódium terme egy újabb zenei élménnyel gazdagította az érdeklődő közönséget. A kamara zenei bérletes sorozat soron következő vendége a Sátoraljaújhelyi Hangász négyes volt. Dombóvári János Imre, Licskó Tibor, Dombóvári János, valamint Fehérné Súlyok Éva közreműködésében hallhatta az érdeklődő közönség a repertoárban szereplő darabokat.
Ebben az összeállításban számos alkalommal léptek már a közönség elé. Nevüket, mely első hallásra is figyelem felkeltő, a reformkorból kölcsönözték, amikor is eleink a kor zenészeit nevezték hangászoknak. Az eseménnyel kapcsolatban elhangzott, hogy örömmel adtak koncertet a sárospataki helyszínen. A két város egymás mellettisége sok lehetőséget kínál. Így a kultúra területén is, és azt nem mondom, hogy nincs együttműködés, hiszen ha 30. tanévben vagyok itt a városban, és ez alatt számos együttműködés volt a két zeneiskola között is, és úgy időről időre voltak közös művészeti programok. Az viszont más kérdés, hogy miket lehetett volna még megrendezni ahhoz, hogy a két településnek a zenei élete az gazdagodhatott volna még jobban. Új színfoltként értékeljük mi is, hogy egy olyan kamarazenei bérleti sorozatban kapott helyet a Hangász 4-es koncertje, ami korábban valóban nem volt, mint lehetőség. És ezt mi úgy értékeljük, hogy az utóbbi éveknek egy olyan tartalmas fejlődése ez, amely akkor kezdődött, amikor dr. Sándor Zoltán átvette a Művelődésháza vegyes karának a irányítását, és a karnagyóról azt is kell tudni, hogy nem csak a sárospataki kórust irányítja, hanem a Szerencsi Hegyalja pedagógus kórust is, és tálcán kínálkozott az együttműködésre a lehetőség, és így szólaltattunk meg oratórikus műveket az elmúlt 3 évben, és legutoljára az első kórusfesztiválon Sárospatakon, a Vártemplomban, ahol Mozart Te Deumát énekelte és játszotta az előadói apparátus. Tehát valami megmozdult, elindult, és a hegyaljai városok támogatják azt az összefogást, amely elindult, és reméljük, hogy ez még kézzelfoghatóbb zenei eseményekben fog testet ölteni. Ebben az esetben a zenének összekötő szerepe is volt a sárospataki érdeklődő közönség és a sátoraljóhelyi zenészek között. A művelődés háza remek példát mutat arra, hogy hogyan kell a komoly zenei közönséget ellátni pályázatok segítségével is akár. És ebbe a Hangász 4-esen kívül a tervek szerint szerepet kap majd a Lavotta János Kamarazenekar is. Nekünk nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy újhelyiként Sárospatakon lenni, mert ugye a Zempléni Fesztivál kapcsán megszokhatták a sárospatakiak is, hogy neves művészek jönnek. Volt olyan, amikor a világ minden tájáról, és érdekes módon valahogy a helyiek, a közeliek, a Zemplén megyében lévő zenekarok nem nagyon kaptak helyt hasonló felkérésekre. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és ugyanakkor megpróbáltunk helyt állni természetesen. Tehát mi ezt nem is igazán úgy vettük, hogy most csak ide megyünk idézőjelbe Sárospatakra játszani, hanem minthogyha mi is vendégei lettünk volna egy akármilyen komolyabb fesztiválnak. A Hangász 4-esről köztudott, hogy szívesen feszíti a műfaji határokat. És ezt az összeállítást ajánlottuk mi a meghívó művelődés házának is.
amiben volt klasszikus zene is, hiszen Mozart közismert D-dur fuvola négyese, az megszólalt a Hangász négyes előadásában. Ez az a műfaj, amely a fuvola négyesre íródott, tehát itt 100%-os volt a lefedettség. A többi művek viszont átiratok formájában szólaltak meg, nem kevésbé szórakoztatóan, hiszen ki tud ellenállni az Oscar-díjas filmzenéknek, és uram bocsá, a 60-as, 70-es évek klasszikussá vált slágereinek, amely igényes hangszerelésben szólal meg. A Sátoraljaújhelyi Hangász négyes ezévi tevékenységét sok színvonalas esemény övezi majd. Köztudott erről a tanévről, hogy egy jubileum jegyében zajlik, és ennek már korábban megvoltak az állomásai. Volt egy hegedű duó est, és előttünk van egy olyan zenekari est, amelynek a díszvendége Rolla János lesz. Június 24-én a Piarista templomban ő fog ülni a koncertmesteri székben, akivel Vivaldi kettős versenyt is játszunk majd, és Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyét, valamint Joseph Haydn C-dur Gordonka versenyét. Ez lesz a megemlékezések csúcsa, amely rendhagyó abból a szempontból, hogy a Kossuth és Liszt-díjas hegedűművész nem csak a koncertre érkezik, hanem azon a héten, a koncertet megelőző napokban mesterkurzust tart a kamarazenekar számára, amely minden bizonnyal a jövő muzsikálására biztosan kihat majd. Szeretnénk minden egyes koncertünkre, erre a szokásosnak mondott nyári koncertre egy teljesen vadonatúj repertoárral megjelenni. Nem nagyon szeretnénk magunkat ismételni, természetesen amikor máshol adunk koncertet és más jellegű koncertet adunk, akkor saját magunk szerint válogatjuk ki, hogy mi lenne a legalkalmasabb, vagy mi lenne éppen az aktuális, amit elő szeretnénk adni. A munka az folyamatos, állandó próbák vannak, tehát most már nem csak ilyen projektenként dolgozunk, hanem hál' Istennek ez olyan mennyiségű, hogy rá vagyunk kényszerítve idézőjelben a heti rendszerességű próbákra, munkára. A kamarazenekari bérletes sorozat ebben az évadban minden eddiginél nagyobb érdeklődésre tartott számot. Műsorunk végén pedig egy kis programajánló. Május 4-én csütörtökön este 19 órától ismét a Sárospataki Művelődés Háza színház termébe várják a színház szerető közönséget. A Budapesti Belvárosi Színház előadásában a Mindent Éváról című darabot láthatja majd a közönség. Színpadra lép többek között Hernádi Judit és Kovács Patricia. Muzsikál a család címmel a Sátoraljaújhelyi Lavotta János Művészeti Iskola növendékei és tanárai anyáknapi hangversenyre várják az érdeklődőket május 7-én vasárnap 16 órától a görögkatolikus templomban. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, számítok akkor is a figyelmükre. Viszontlátásra! Thank you.